Szavaztok srácok, én Boton vagyok, és most a 2017-2018-as készlemet láthatjátok, amit sikeresen is fogok lövöldözni, amíg szilveszterekkor, hogy csak kijövök a betegségből, de hát ugye ez még nem rajtam múlik, mondjuk most 30-ban van még egy napon kilábaljak belőle. No, de vissza is térve a készletre, igazából van egy pár újítás tavalyhoz képest, akkor nézzük is meg, hogy miket sikerült idén szerezni, és mit maradtak meg tavalyon nagyjából. Kezdjük is? Kezdjük is kisebb dolgokkal, lent láthattok három csomag ilyen X-plus-os katicát, ami egy ilyen UFO-s hasonlító katica, igazából rohadtul gyorsan felszáll és rohadt magasra, elég komoly, hogy felszáll igazából, szerintem egész menő. Mellette lepkét, pirobános lepkét láthattok, fütyülődudat, hátul láthatok ilyen tűzforgót, ami föl kell szögelni egy lapra és akkor úgy forog. Alul láttok ilyen picike tűzforgókat, varázsvágót és mindenféle ilyen készletből és gyűjteményből kirakott kis finomságokat. Kicsit arrébb menve láttunk három csomag X-plódos füstbombát, ami szerintem rohadt király egyébként, kipróbáltunk 2-3 belőle és nagyon királyú füstönek egyébként, ahhoz képest valami 1455 darab, ahhoz képest rohadt jó, ilyen RDG-hez hasonlítanám, akkor tulajdonképpen árértékrendben sokkal jobban megéri ez. Az RDG az 200 forint egy darab, ebben meg 1400 darab. Nyilván az RDG egy picit jobb azért, de azért ahhoz képest, hogy ebben 5 darabban is meg olcsóbb, és ahhoz képest azért ez se rossz szerintem. Továbbá már láthatunk ott egy trackot, ami ilyen játékos csomag egy ilyen autós, egy ilyen autóformájú műanyagba bele passzírozva. Elég sokféle kis játékos tudszom benne. Lejjebben láthatunk egy-két cirkóbicit és egy pár szroboszkópot, jobbra pedig abrakadabra csomagokat, ami megmaradtak tavalyról. Lent szintén még ilyen megmaradó dolgokat láthatok, ilyen vulkánt, kobrát, lepkéket, majd följebben láthatunk egy doboz sikolyt, meg egy doboz krékling bolt, ugye ez a recsegő laptát, és jobbra még egy szintén régebből megmaradt Red Devil tűzforgó. Tehát ezek a kisebb dolgok, ezekből mindig megmarad egy-két dolog, aztán most kiraktam de nektek, hogy lássátok, hogy mik maradtak a nagyjából. A felfelében láthatok egy Poltergeist szikraszökőkút csomagot, amiben 4 darab szökőkút van, és mögötte pedig egy Party Time játékos csomagot, ami szintén ilyen kis játékos csomag, mint a track, csak kicsit kevesebb dolog van benne, meg kicsit más dolgok vannak benne. Picit visszatérve a lenti ágazatra, ott még láthatunk az X-Plus XPL 700 plusz 6 kis telep, 6 összekötött kis telep előtt még láthatunk egy kis vulkánt és egy kis recsegő labdát, egyébként visszatérve az XPL 700 pluszra. Ez egy elég király kis 6 telepből összefűzött telepcsomag, nagyon kíváncsian várom, mit fog produkálni. Ha följebb haladunk, akkor láthatjuk a pirokós Fénix telepet, ami szintén rohadt jó, igazából olyas, mint a Golem, csak ugye most ez egy kicsit más néven van, picit mást is tud, nagyon kíváncsian várom azt is. Előtte még láthatunk Silverbüttent, és mellette még egy régebbi fajta pirobános vulkánt, és fölfelé haladva láthatunk egy X-plódos vezót, majd szintén még kisebb játékos terméket, ilyen forgókat és egyéb ilyen kis tűzvirág és társai. És ha följebb haladunk, még láthatunk pár telepet, láthatunk egy pirofantáziát, amiben egyébként kettő van, ott van a másik is. És láthatunk egy Liberty telepet is mellette, ami egy nagyobb kaliberből álló, kevesebb lövés telep, de elég király. A tetején az egészet pedig láthatunk egy Pavo vulkánt, ami viszonylag egy újítás, és én sem ismerem még, hogy pontosan mit tud, viszont rohadt nagy így ránézésre is, szóval nagyon kíváncsian és nagyon nagy reményekkel várom, amit fog produkálni. Mellette pedig láthatunk még egy pár csomag tűzvirágot még így egybe csomagolva. Akkor jön a show egyik legnagyobb eleme, a First Class telep, ami egy óriási 45 minis 25 lévéses telep, nagyon király és nagyon várom már, hogy mit fog produkálni. Fölötte pedig egy kilofkát, a jól megszokott kilofkát, mert szinte minden évben veszek, és még soha nem csalódtam benne. Tetején mindenek láthatok egy Victory telepet, egy Magnum telepet, két piromobilt, egy Apollo telepet, cirkulbicceket így egymásra pakolva, és ha balra haladunk lentre, láthatok egy Firebone telepet, ami egy V-alakban lövő telep, igazából arra is volt kíváncsi vagyok, és alatta pedig egy tavalyról már ismert gigantika telepet a szlovák tindőből. Majd ha tovább megyünk, a Hoferből, az ausztrák Hoferből láthatunk egy Salsa 2.0-es csomagot, amit rohadt régen kerestem már igazából, és most 3 év keresés után sikerült szereztem egyet, egy nagyon jó kis családi csomag, igazából már rohadtul akartam nagyon régen ilyet szerezni. És hogyha háttérünk, láthatunk legbarább római gyertyákat, Top Speed csomagot, Skybuster csomagot, utána láthatunk egy bontott Manhattan csomagot, egy bontott Profi Bomben csomagot, egy bontott Bolero csomagot, és egy vadi új Profi Bomben csomagot, ami az új széria a Profi Bombenből, ugye így nézett ki a régi, és így néz ki az új. Magasabbak a raksik, viszont egy picit talán összesúfoltabb a csomag, mármint hogy így összébb van passzírozva a csomag, és így egy kicsit kisebbnek tűnik. Na hát ennyi is nem az idén készítettem úgy nagyjából összefoglalva. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, én remélem most holnap már jobban leszek és nagyon király lesz a szilveszterem. Mindenkinek boldog új évet kívánok, én Boton voltam, legközelebb jövőre, szevasztok! A videót az Abszolút Piró támogatta. Abszolút Piró. Egész évben Dunakeszin,
a Bagoly utca